Zsámbokon már több évtizedes hagyomány, hogy az adventi időszakban ünnepi műsorral köszöntik a település szépkorú lakosait. Az eseménynek a József Attila művelődési házadott otthon december 14-én. Az idősek karácsony ünnepségére érkező 308-70 év feletti meghívottat az önkormányzat egy 2500 forint értékű élelmiszervásárlási utalvánnyal ajándékozta meg a közelgő ünnep alkalmából. Szeretettel köszöntök minden kedves vendéget! A mai napon az idős embereket köszöntjük, ünnepeljük, és ez az ünnep elsősorban a lelkekben ragyog fel. A fényt az adventi koszorún, és karácsonykor a fenyőfákon a nyugodt békés lángú gyertya adja, mely az emberek szívét melegséggel és örömmel tölti meg. Kívánom, hogy a mai délutánon is ez a melegség járja át mindannyiunk lelkét. A zsámboki idősek karácsonyán megjelenteket elsőként Cerván György, agrárgazdaságért felelős államtitkár köszöntötte. A térség országgyűlési képviselője az ünnepi gondolatok mellett 2017 közös eredményeire, valamint a 2018-as tervekre is kitért. Karácsonyi szeretet, csend és béke legyen ott, az ünnepvárásban, a fellobbanó gyertyalánkban, a sülőkalács illatában, a csengő harangok hangjában, az egymásra mosolygásban, a szemek tükrözte ragyogásban, a hit csillagában, a világban. Legyen szeretet, csend és béke a lelkek találkozásában. Tisztelt Hölgyeim és Uraim, kedves zsámbokiak! Mindannyiunknak kívánom, hogy a karácsony elmúltával ne veszítsük el az emberségünket, a másik iránti tiszteletünket, szeretetünket. Kívánom mindenkinek, hogy a karácsony, akár egyedül, akár szeretteik körében ünnepelnek, segítse önöket testi és lelki, szellemi feltöltődéshez. Ha 2017-es évre visszatekintünk, akkor úgy gondolom azt mondhatjuk, hogy az ország helyzete kedvezően alakul, a gazdasági dolgaink kedvezően alakulnak, növekedési pályára állt újra az ország, az államadósságunk csökken. Ma már Magyarországon, aki dolgozni akar, az dolgozhat, tehát gyakorlatilag nincs már munkanélküliség. Tudtuk emelni a béreket, és miután itt idősek vannak, idősek karácsonyáról van szó, kell, hogy szóljak a nyugdíjakról is. Az volt a vállalásunk annak idején, 2010-ben, illetve utána 14-ben is, hogy a nyugdíjaknak a vásárlóértékét meg fogjuk őrizni. Én úgy gondolom, hogy ezt megtettük, és én nagyon remélem, hogy minden nyugdíjas itt Zsámbokon is novemberben a novemberi nyugdíjjal együtt megkapta az úgynevezett nyugdíjprémiumot, amit először fizettünk, és ennek az a lényege, az az értelme, hogyha a magyar gazdaság jól teljesít, akkor abból a magyar nyugdíjasok is részesüljönek és érezzék azt, hogy nekik is köszönhető ez, hogyha a gazdaság helyzete, az ország helyzete kedvezően alakul. Említettem, hogy országosan a 17-es év gazdasági szempontból kedvezőnek mondható, és néhány 2017-es közös sikert, közös eredményt szeretnék önöknek megemlíteni. Nem tudom, hogy Zsámbok település kapott-e valaha is egy összegben vissza nem térítendő támogatásként 181 millió forintot. Most az idei évben kap majd. Ez az úgynevezett KEHOP támogatás, ami energiakorszerűsítési támogatást jelent, és ebből a 181 millió forintból a fogorvosi rendelő, védőnői szolgálat, ez a közösségi ház szintér, orvosi rendelő, szolgálati lakás, óvodakonyha, polgármesteri hivatal, tornaterem, ezek fognak megújulni. Január 19-ét jelezték nekem itt a településen, hogy akkor lesz egy beruházás átadás, amelyre meghívtak, és terveim szerint el is fogok jönni. Egy 24,5 millió forintos visszanemtérítendő támogatásból az óvodakonyha kerül majd felújításra, burkolásra és eszközbeszerzés is meg fog valósulni majd. Belügyminisztériumi támogatásból 14,5 millió visszanemtérítendő összeget nyert el a település.
azt hiszem, hogy ezt az úgynevezett háromlábú támogatást még soha nem nyert Zsámbok, tehát ennek is itt volt az ideje már. Ez belterületi útépítésre került ráfordításra. Talán nem tudja mindenki, valamennyi Pest megyei általános iskola informatikai fejlesztésre komoly támogatást kapott a magyar kormányzattól, így a Zsámboki Bajza-Lenke általános iskola is informatikai eszközök beszerzésére, illetve informatikai eszközökre 1,5 millió forint visszanemtérítendő támogatást kapott. Én remélem, hogy ez a gyerekeknek a tanulását, illetve a pedagógusoknak a munkáját meg fogja majd könnyíteni. És hát azért az is előfordult, hogy az éves Lecsó Fesztiválra is sikerült már támogatást juttatni a településre. És majdnem a végére hagytam egy olyan dolgot, amiről még a helyi vezetés sem tud, tehát ez az én karácsonyi ajándékom. Az úgynevezett Pest megyei kompenzációs támogatásból sikerült Zsámboknak elnyernie 23,2 millió forintot, amiből az egészségügyi szolgáltatást tudják majd jobbá tenni, fogorvosi rendelő felújítása, védőnői szolgálat, tetőcsere, akadálymentesítés, belső felújítás és eszközbeszerzés a cél. Tehát ezen pénz is úgy gondolom, hogy jó helyre fog kerülni majd itt a településen belül. Amiket most itt 2017 kapcsán támogatásokat felsoroltam, hogyha valaki összeadta, nagyságrendileg olyan 300 millió forint összeg az, amit Zsámbok kap, vagy kapott az idei év után. Úgy gondolom nem túl sok olyan év volt a település történetében, amikor ekkora összegű visszanemtérítendő támogatást kapott a település közösségi célok megvalósítására. Én úgy gondolom, és itt visszatérek az utakra, ahogy hallottam, hogy még vannak befejezésre váró utak, felújításra váró utak, talán 6 darab, amiből az egyik utca az hosszú, és ennek a munkának az elvégzéséhez olyan 60 millió forint az, ami szükségeltetik. Én úgy gondolom, hogy jövő év elején ez a forrás meg fog nyílni, szintén a Pest megyei kompenzációs alapból, és bár én 50 millióval kalkuláltam, de ez a 60 millió, ez lehívható és elérhető lesz. Én nagyon remélem, hogy évelején a határozat erről megjön, és amikor tavasszal a munkákat lehetővé teszi az időjárás, akkor ez a beruházás is megvalósulhat. És végezetül tényleg nincsen más hátra, mint hogy áldott, békés, boldog ünnepeket, karácsonyt kívánjak, és sikeres új évet, és főleg jó egészséget mindenkinek. Köszönöm türelmüket. Zsámbok önkormányzata nevében a település polgármestere Holló Ilona köszöntötte az ünnepség résztvevőit. Amikor közeledik a karácsony, és a karácsonyi angyalok a földre szállnak, bekopogtatnak minden házba, megszólítanak minden embert, kicsit és nagyot, akkor válik igazán fontossá, hogy meghalljuk a kopogtatást, és bebocsássuk szívünkbe az angyalokat. Az angyalok kopogtatása lehet egy jó szó, egy hálás mosoly, és a karácsonyi angyalok szava volt az a 308 meghívó is, amit az idősek karácsonyi ünnepségére küldtünk. Hogyan lesz egy darab papírból angyali üzenet? Csak is úgy lehet azzá, hogy a papírra írt betűk tartalma az őszinte és szívből jövő gondoskodás a szeretetet sugározza. A karácsonyi angyalok hangja most nekünk csilingeli, hogy jussanak eszünkbe azok, akik felneveltek, akik munkára és becsületre tanítottak bennünket, akiknek oly fontosak vagyunk, mi gyerekek, unokák, hogy sokszor önmagukról meg is feledkeznek, akik átadták tapasztalataikat, segítettek tanácsaikkal. De mi nem feledkezhetünk meg községünk idősek polgárairól a hétköznapokban sem, és most sem, amikor az adventben a szeretet, a másokra való odafigyelés válik a legfontosabbá. Ajándékot nyújtunk át önöknek, önkormányzatunk nevében, ajándékutalványt és gyermekeink, falu közösségünk ünnepi műsorát. Amikor a község idős lakóit ünnepeljük, a karácsonyi angyalkák megnyitják a szívünket, és élő szóban is meg tudjuk köszönni
azt a sok fáradozást, aggódást, munkát, szeretetet, szép pillanatot, amit önöktől kaptunk. És ha visszatérünk az évvégi számadásra, legfontosabb feladataink a már említett hét utca aszfaltozása. Az óvodakonyha teljes felújítása, az eszközbeszerzés, a művelődéséhez központi fűtés kiépítése, a temetőben a ravatalozó felújítása, a Benicki kőhét helyreállítása, a templom belső felújításához, pályázat elkészítése, projekt előkészítése, támogatás megszerzése, három újabb térfigyelő kamera kiépítése, az egészségnap megszervezése, amelyre nagyon sok idős vett részt, az SOS segélykérő jelzőrendszer megszervezése, a házi gondozói szolgálat üzemeltetése 25 ellátott részére, gyermekétkeztetésben felhasználásra és szociálisan rászorulók támogatására az önkormányzati kertben az zöldségtermesztés. És ahogyan ha örömteli hírként hallottuk, a már elnyert tavasszal induló 181.280 forint értékű pályázati támogatásból a felsorolt intézményeink teljes felújítása. Hallottuk azt is, és ez is nagy öröm számomra, hogy elnyertük a védőnői fogorvosi épületre a teljes akadálymentesítést, a belső felújítást, a tető javítást. És azok a központban létrejövő projektjeink, amiről államtitkár úr még csak néhány információval rendelkezik, de azért a képviselőtestület döntését szeretném ismertetni önökkel már, mert hiszen a Volt Presszó területét mindenki ismeri polgármesteri hivatal mellett helyet fog kapni majd az autóbusz buszforduló mögött megvásárolt terken egy nagyobb parkoló, több funkciós sportpálya, kisebb árusító pavilonok, büfé és a népviseletháza, amely a falu legszebb kincsét, értékét, a Pest megyei értéktárban is szereplő zsámboki népviseletet, annak készítését, történetét mutatja be. Bízom abban, hogy az önök bölcsességével tudják, mire van szüksége a településnek. Felismerik azok cselekedetét, akik a közösségért, mindennapi körülményeink és a település fejlődésért végzik munkájukat. A több százmillió forint megszerzett pályázati támogatás elkészítésében és az önkormányzati saját forrás előteremtése mögött intenzív munka áll. A források előteremtésében a szakminisztériumoknál történő településünk mellett való kiállásban nagy szeretettel köszönjük Cerván György államtitkár úr támogató a település érdekét képviselő segítségét. Zsámbok község önkormányzata nevében és két testvér településünk nevében a Veszprém megyei Vigánd-Peten település és a kárpátaljai Tiszaújfalu település lakói nevében is kívánom, hogy jusson köszönetünk a szívükbe, a lelkekbe, maradjon meg az adventi napokon, és békés hozzá áldott karácsony ünnepet, és békés, boldog, minden jóban, egészségben bővelkedő új esztendőt szeretnénk kívánni minden kedves megjelentnek. Zsámbok legidősebb polgárait hagyományosan az idősek karácsonyi ünnepségén külön is köszöntik. Míg az 1920-ban született dr. Koltai Györgynét távollétében, addig az idén 90 éves Horváth Ferencet személyesen köszönthette a település polgármestere. Csepelen egy munkás család gyermekeként született. Négy polgárit végzett, majd élelmiszeripari technikumba járt, egy évet kereskedelmi iskolába, de a háború miatt abba kellett hagynia. 1951-ben megnősült, két lánygyermeke született. 47 év munkaviszony után 1991-ben nyugdíjba vonult az uglói közértből. 2000-ben jöttek Zsámbokra feleségével. Nagyon jó egészséget kívánunk továbbra is, és szeretném a Feri bácsinak átadni azt a csomagot, ami az asztalon van. Nagyon szépen köszönöm a jó kívánságokat, mindenkinek jó egészséget kívánok. Jöjjenek utána!
Nagyon szépen köszönöm. A zsámboki óvodás és iskolás gyerekek részére idén is meghirdették a karácsonyi rajzpályázatot. A verseny eredményének kihirdetésére és a díjak átadására és az idősek karácsonyi ünnepségén került sor. Harmadik helyezett lett a Kacó napközi otthonos óvoda gyermekei közül Kristály Liliana. Második helyezést ért el Gyalus Flóra. Első pedig Rozgonyi István lett. Gábor Jankó pedig külön díjat nyert. A Bajzelenke Általános Iskola alsó tagozatos diákjai között harmadik helyezést ért el Olá Ilona, harmadik osztályos tanuló. Második helyezést Pap Izabel, negyedik osztályos tanuló ért el. Tóth Sándor Ákos, második osztályos tanuló pedig első helyezett lett. Külön díjban Demjén Dorka, második osztályos tanuló részesült. A felső tagozatosok közül harmadik díj Olá Zsaklin, hatodik osztályos tanulójé. Második helyezett Bartos Lilla, hatodik osztályos tanuló. Az első pedig Becsiánszki Zoé Sára, ötödik osztályos tanuló. Külön díjban pedig Farkas Aida, nyolcadik osztályos tanuló részesült. Az ünnepi köszöntőműsort a zsámboki Kacó napközi otthonos óvoda gyermekeinek verses köszöntője nyitotta meg. Az óvodások előadását követően Gódor Fanni és Tóth Bibiának karácsonyi dalokat énekeltek. Húban ébred majd az ünnep, minden percben nevet ránk, tud-e bármi szebbet adni, mint a békés nagyvilág, körbenézes látsz egy arc,
Az idősek karácsony alkalmából megrendezett ünnepséget a Zsámboki Asszonykórus és a Bajzalenke Általános Iskola tanulóinak Karácsonyi Ünnepkör a Faluban című közös műsora zárta. Dicsértessék a Jézus Krisztus! Mindörökké, amen! Befogadják-e a szent családot egy napra? Bizony, befogadjuk hozzátok, csak ide bejjed, rakjuk ide fel az oltárra. Íme elhoztam hozzátok a szűzanya szent képét, beleméhének áldott gyümölcsét az Úr Jézus, jegyesével Szent József egyetember. Az ő áldásuk tér be a szent képere házba, remélem, szívesen adtok szállás nekik e szent napra. Üdvözlégy, Szűz Mária! Honnan van az, hogy az én urannak anyja jön el szerény hajlikomba? Ó, de boldog vagyok, hogy a szent képet az én hajlikomba tisztelhetem, és szállást adhatok neki a szent napra. Isten hozott szent család, ide ezen házban, foglaljatok szállást szívünk hajlikába. Minden úgy, mint egy korom, a betlehemiek. Szállást egész városban nem adtak ki nektek. Üdvözlégy, kis Jézuska, itt vezlégy, jó kisbaba, miért fekszel hajászolva, a hited is tálóba, hol a fényes palota, hol a fényes nyoszolja, hol a lépes vizecske, vajon mázolt köcsöge, mert adnám jó mézecskét, vajas édes tejecskét, szükségedet megszánnám, párnáskában takarnám. Mi történt régesség, bárra eljött hozzánk, szent karácsony napja, örvendjen mindenki, ki a földet lapja. Megszületett Krisztus, kárhozattól megment, öröm van a mennyben, újongás van itt fent. Jöjjenek csak beljebb! Mi történt réges rég távoli országban, egy kis istállónak rongyos jászolában? Kisgyermek született, valóságos csoda, óvják az angyalok, s az anyja Mária. Pásztorok, kegyünk fel! Hamar induljunk el, Betlehem városába, rongyos istállócskába. Siessünk, ne késünk, hogy még ezen éjjel odaérhessünk, mi Urunknak tiszteletet tehessünk. Angyalok hirdeti, Jézuska! Eljöttünk, hogy köszöntsünk téged, fogadd el az ajándékunkat.
kopogtat ezen a késen, Jórán? Adjon Isten Jézusunk, Jézusunk, három király mi vagyunk. Lángos csillag állt felettünk, gyalog jöttünk, mert siettünk. Kis Jócska mondta biztos, itt lakik a Jézus Krisztus, mennyhák királya nevem, segítsédes Istenem. Isten fia, jó napot, nem vagyunk mi vén papok. Úgy hallottuk, megszülettél, szegények királya lettél. Beléztünk hát kicsit hozzád, üdvösségünk égi ország. Gáspár volnék a féle, földi király személye. Adjon Isten megváltó, megváltó, jöttünk meleg országból, földkolbászunk minden fogyott, fényes tűz már kis megrogyott. Osztunk aranyat hat marékkal, töményeg és paszfazékkal, én vagyok a boldizsár, aki szeret senkire. Ezt tét hát Betlehemben, szent karácsony este, megszületett a megváltó Mária gyermeke. Pásztorok énekeltek, királyok imádták, leborultak lába elé, angyalok vigyázták. Nagy örömmel zengedezték, hogy mindenki lássa, ez a kisgyermek lesz a világ dicső messiása. Ó, gyönyörű szín, titokzatos ég, ékszemű gyermek, csöpp rózsa levél. Kisgyermekként az édes úr, jászolába megsimul, szent karácsony éjjel. Kisgyermekként az édes úr, jászolába megsimul, szent karácsony éjjel. Köszönjük szépen!